Értékekre hangolódva, többek között egy ilyen társasjátékkal és egy oklevéllel ismerték el a négyfordulós értékhangoló vetélkedő nyújtott teljesítményét a tolnai csapatnak. A Tolna megyei értéktárbizottság még az évelején hirdette meg a vetélkedőt helyi értéktárbizottságok részére. A járvány miatt írásos formában kellett dolgozniuk. Januárban egy felhívást intéztek azért a helyi értéktárbizottságokhoz, hogy elindulnának egy 4 hónapos vetélkedő sorozattal, és hát majd a megyenapon, ha úgy, illetve hát a Vára megyenapon, ha úgy alakul, akkor ott lesz a díjazás, illetve hát ott is folytatás. Szerencsére ez most megtörtént az idén, viszont első között mindjárt be is neveztünk, mi is 5 fős csapatokkal lehetett nevezni. Február, március, április, május hónapban 4 hónapos történet, és ez úgy történt, hogy azért megmozgatták egy kicsit a csapatot, hogy egy keresztrejtvény, a keresztrejtvényből kiderült, vagy abból derült ki, hogy mi lesz a feladványnak a további megfejtései, hogy kit kell keresni, merre kell menni, milyen megoldások vannak. Februárban, márciusban, áprilisban és májusban egy-egy a megyei értékekről szóló keresztrejtvényt kellett megfejteniük a csapatoknak, illetve egy-egy kiemelt megyei értékről úgynevezett tolnai kumról kellett szellemes népszerűsítő írást megfogalmazniuk. Az eredményes csapat tagjai Reiter Antalné, Király József, Klein Antal, Varga Mihály és Steinbach Zsolt voltak. Ezen kívül feladat volt még 2 új érték felvétele. A tolnai csapat ezt is túlszárnyalta. Igyekeztünk a legjobb tudásunk szerint összeszedni, és 6 új értéket vittünk be, és ezzel sikerült talán elérnünk, hogy a legeredményesebb. Szeretjük és csináljuk, tehát a csapattagja élvezettel keressük, és ez csapatmunka. Ezt mindig elmondom, hogy ez óriási csapatmunka, hiszen nem csak a bizottság munkája, hanem mindenkinek. Ki mennyit tesz hozzá, az pont akkora értéket jelent, amikor ahhoz kell, hogy egy kerek összeálljon. Nem számoltam vele, hogy hol leszünk, de utolsó napokban tudtuk meg, hogy Sárszentlőrincen ott szerepelünk az elsők között, úgyhogy jó érzés persze mindenkinek. A Tolnai Értéktárbizottság fennállása óta már több mint 60 helyi értéket vett Lajstromba. A testület az elsők között alakult meg Tolna megyében, és munkájának eredményeként ma már a helyiek is segítik ötleteikkel, vagy éppen kidolgozott anyagokkal a testület munkáját. Felkeressük mindazokat, ami fellelhető korábbi írásokról, dokumentációkról, mindenki, aki hozzáfér, aki valamit megtalál, illetve korabeli fotókat gyűjtünk, és az alapján kezdjük feldolgozni időrendi sorrendben, hogy mikor mi történt, kinek milyen köze volt hozzá, mi az, amit hozzátett, vagy elősegítette, vagy amiből lett az, ami lett, illetve a mai napjainkban, ma a napjainkban ez hogy néz ki, és most hol tartunk ezzel. Ez általában egy ilyen kutató munkával indul, és egy mostani azzal zárul, hogy éppen most per pillanat milyen helyzet van, vagy hogyan néz ki, vagy hogyan áll. Gottwald Károly munkássága és néhány fotó feldolgozása lesz a következő feladatuk.